Július 3-án fogadta el az országgyűlés az iskolaőrség bevezetésére vonatkozó törvényjavaslatot, ez alapján szeptembertől az erre kijelölt köznevelési és szakképzési intézményekben elkezdheti működését az iskolaőri hálózat. A javaslat vitája során minden párt egyetértett abban, hogy az iskolákban nincs helye semmiféle erőszaknak. A megyében is péntekig toborozzák az iskolaőröket. Az iskolaőröknek tulajdonképpen az a feladatuk, hogy a részükre kijelölt oktatási intézményekben biztosítsák azt az oktatási nevelő munkának a folyamatosságát, illetve a zavartalanságát. Nagyon fontos, hogy az iskolaőr a rendőrség állományába fog tartozni. Ő egy sajátos jogokkal felruházott közfeladatot ellátó személynek minősül, akinek fegyverhasználati joga nincsen, azonban kényszerítő eszközöket használhat. A jelentkezők közül választják majd ki azokat, akiket fel is vesznek iskolaőrnek, aztán augusztus 3-ától egy komplex felkészítés indul a megyei rendőrfőkapitányságon. 120 órában történik ez a képzés, 3 modulban. Az első modulban pedagógiai ismereteket fognak és gyermekpszichológiai ismereteket fognak tanulni. Felkészített szakemberek jönnek, és ők próbálják ezeket az ismereteket átadni az iskolaőröknek, a leendő iskolaőröknek. Ezt követően a második modulban rendvédelmi ismeretekkel ismerkedhetnek meg az iskolaőrök, illetve ami nagyon fontos, hogy bűnmegelőzés és konfliktuskezelő ismereteket is kapnak. A szeptember 1-jével kezdő iskolaőrök bruttó 220 ezer forintos fizetésre, és emellett bruttó 200 ezer forint kafetériára számíthatnak, mindezért pedig heti 40 órát kell szolgálatot teljesíteniük a kijelölt nevelési-oktatási intézményben. Információink szerint a megyében és Győrben is sokan jelentkeztek már iskolaőrnek, így biztosan nem lesz gond betölteni az álláshelyeket.